Hölgyeim és uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket a képernyők előtt. A 2021-es év Esterházy János emlékév, melyet az Esterházy János Zarándok Központ, a Pázmáneum Társulás és a Magyar Nyelvű Mária Rádió hirdetett meg. Ez alkalomból rendezvények sorozata kezdődött el, melyhez a Dunabogdányi Esterházy János Társaság is csatlakozott. Előadásunkkal szeretnénk emlékezni és emlékeztetni Esterházy János munkásságára. Az általa képviselt hit, erkölcs, hazaszeretet és megbékélés olyan értékek, amelyekre korunk értékválságba sodródó világának egyre nagyobb szüksége van. Kívánunk Önöknek tartalmas időtöltést! Lőrinc sarolta Aranka, búzamag. Gyémántként ragyog a lelked, Esterházy János. A szenvedés kohója égette, véste, olykorban, amikor farkasként üvöltött a gaz, és megmarta azt, ki ember maradt. Te ember maradtál farkasok között, míg el nem haltál, mint búzamag, hogy termést hozzál, százszorosat. Jelünk a kereszt, mondtad, nem a horog kereszt. Egyedül kiáltottad a világ négy tája felé. Kereszténységünk, magyarságunk a miénk. Nincs alku, nem adjuk semmiért. Te ember maradtál farkasok között, míg el nem haltál, mint búzamag, hogy termést hozzál, százszorosat. Jog és igazság, szóltál nemes lélekkel bátran a jogtiprott lelkekért. Ne gyűlöld embertársadat, ha más nyelven szól és nem érti szavad, s ha él a nemzeti öntudat. Te ember maradtál farkasok között, míg el nem haltál, mint búzamag, hogy termést hozzál, százszorosat. Kötél és halál, üvöltött a sátán feléd, várt a keresztút, szenvedés. Meggyötört testet porba hult, mint Jézus teste a keresztfa alatt. De lelked szárnyalt az ég felé, mert ember maradtál farkasok között, míg el nem haltál, mint búzamag, hogy termést hozzál, százszorosat. Esterházy János 120 éve született, a felvidék martírja, mondhatnánk szentje.
de egyelőre csak boldoggá avatásának tervezete indult meg 2 évvel ezelőtt. Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága, mondotta Eszterházy János. És mintha előre tudta volna, azt is leírta. Mi a történelmünkből megtanultuk, hogy csak olyan törekvés jut diadalra, amelynek mártírjai vannak. 1901. március 14-én született Nyitra Újlakon. Az Eszterházy család galántai ágából származó ősei ellenzéki magyar arisztokraták voltak. Dédapja, Jeszenák János nyitrai kormánybiztos volt a szabadságharc idején. Utána kivégezték. Nagyapja huszárkapitányként harcolt ekkor. Apja, idősebb Eszterházy János, a főrendi ház ellenzéki tagjaként politizált. Korán elhunyt. Fia csak 4 éves volt ekkor. Halálos ágyán így búcsúzott tőle az édesapa. Légy mindig jó magyar, fiam, kisfiam. Az édesanya, Tarnowska Elzbieta, a lengyel grófnő, egyedül nevelte gyermekeit. Eszterházy János Budapesten járt gimnáziumba, majd kereskedelmi akadémiára. Ezután birtokán gazdálkodott. A trianoni döntés miatt 5000 holdas birtokának 9/10 vesztette el. Bizonytalan jövő elé nézett. De nem költözött Magyarországon fekvő birtokaira, a kisebbségi létet választotta. Így megtapasztalhatta a csehszlovák beolvasztási politika magyar ellenes intézkedéseit, emiatt lépett politikai pályára. A kisebbségi magyarság érdekeinek védelmében lett a Csehszlovákiai Magyar Népszövetségi Ligának a vezetője, majd 1932-ben a keresztény-szocialista párt élére került. 1935-ben Kassa megválasztja őt parlamenti képviselőjének. Itteni munkájában az önrendelkezési jogért, a nemzeti, vallási, kulturális jogok biztosításáért küzdött. Mi meg akarjuk tartani azt a földet, amelyet nem szereztünk, hanem apáinktól örököltünk. És meg akarjuk védeni nem csak a földet, de a keresztet is. Akik magyarnak születtünk, magyarok akarunk maradni, magyarok és keresztények. Mert minden nemzet elpusztul, amely az Istent megveti, és céljait nem az Istenen keresztül akarja elérni. És azt akarjuk, hogy itteni szlovák és német testvéreink is boldoguljanak. Együtt kell küzdenünk egymásért. Ha nem leszünk egységesek, és nem nézzük a célt, nem jutunk előre. Nem azért vagyunk, hogy egymást marjuk, hanem hogy erősen kezet fogjunk egymással. Bízunk Istenben, aki meg fog segíteni bennünket munkánkban. 1936-ban megalakult az Egységes Magyar Párt, ennek ő lett a vezetője. Benes csehszlovák elnök szerette volna megkörnyékezni Eszterházyt, felajánlott neki egy tárca nélküli miniszteri posztot kormányában. Eszterházy azonban csak úgy fogadta volna el, ha orvosolják a magyarság sérelmeit. Mivel erre nem volt esély, nem adta nevét a magyar ellenes kormányzati politikához. 1937-ben a prágai parlamentben ezt mondta: amíg nem szűnik meg az állami igazgatásban a velünk szemben alkalmazott szabotáló rendszer, intézményesen nincsenek biztosítva a békeszerződésben és az alkotmánytörvényben lefektetett jogaink, mindaddig folytatni fogjuk ellenzéki politikánkat, és nem szűnünk meg informálni helyzetünkről az európai közvéleményt. Ez a föld közös hazánk, válvetett munkával kell tehát hozzájárulnunk ahhoz, hogy közös otthonunk legyen,
ha már a Jóisten egymás mellett jelölte meg földi helyünket, és sorsközösségre ítélt bennünket. Azon kell igyekeznünk mind a szlovák, mind a magyar oldalon, hogy ennek a sorsközösségnek valamennyi következményét levonjuk, és életté váltsuk. A jövő fejlődése ebbe az irányba mutat, és csak ezen az úton lehet eljutni az itt élő népek békéjéhez, megelégedéséhez és közös boldogságához. 1938-ban a Szudéta vidéken erőteljes mozgolódás támadt, tüntetések, összetűzések zajlottak, amit Hitler agitátorai szítottak. Szudéta német vezetők erélyes felhívásokat küldtek a magyar párthoz, hogy csatlakozzanak harcukhoz. Küldöttséget is menesztettek Eszterházihoz. Ő keményen elutasította a kezdeményezést. A magyar párt nem csatlakozik a szudéta német lázongáshoz, mert ez háborúhoz vezethet, mondta. Mi békés revíziót akarunk. Csak is demokratikus és parlamenti úton érvényesíthetjük a kisebbség jogait. Ennek értelmében intette a felvidéki magyarságot pártszervezetei által, s itt nem is történt a szudéta németekhez hasonló zendülés. 1938-ban az első bécsi döntés visszacsatolta a felvidék egy részét Magyarországhoz. Eszterházy, mint Kassa képviselője, a város átadásakor bejelentette, hogy ő Szlovákiába marad, az ott rekedt mintegy 70 ezer magyarral vállalva sorsközösséget. Pedig Magyarországon felsőházi bársonyszék és tárca nélküli miniszteri poszt várt rá. Jellemző gondolkodásmódjára az is, hogy Horthy kormányzótól azt kérte, adja meg a magyarországi szlovák kisebbségnek azokat a jogokat, amiket ő kér Prágától. Mi Szlovákiában maradt magyarok ígérjük, hogy kezet adunk szlovák testvéreinknek. Az anyaországban élő magyaroktól pedig azt kérem, hogy az oda csatolt szlovákok nemzeti érzéseit tartsák a legmélyebb tiszteletben. Engedjék meg, hogy ugyanúgy élhessenek ott, ahogy azt mi magunknak Szlovákiában követeljük. A szlovák parlamentben ő a hivatalos szlovák politika egyetlen ellenzéke. Sohasem vált az egyre erőszakosabb szlovák fasiszta nézetek követőjévé. A mi elünk a kereszt, nem pedig a horog kereszt, mondta. Mint egyetlen magyar képviselő a szlovák parlamentben, egyedül ő nem szavazta meg az 1942-ben a zsidók deportálásának törvényét. Erről így nyilatkozott. Legfiatalabb korom óta mindig zsidó ellenes beállítottságú voltam, de ez nem jelenti azt, hogy szavazatommal hozzájáruljak egy olyan törvényhez, mely minden isteni és emberi jogot lábbal tipor. Testvérének és édesanyjának így számolt be. Undorító volt. A nemzetgyűlés az itt élő zsidókat deportálásra ítélte. És a szörnyűség teteje az, hogy csupa fekete suhás ember ült ott, a szlovák néppárt képviselőinek többsége pap. Veszélyes útra tért a szlovák kormány akkor, amikor a zsidók kitelepítéséről szóló törvényjavaslatot benyújtotta. Mert ezzel elismeri jogosságát annak, hogy a többség a kisebbséget egyszerűen kiebrudalhatja. Én ellenben, mint az itteni magyarság képviselője, leszögezem ezt, és kérem tudomásul venni, hogy azért nem szavazok a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint magyar és keresztény, és mint katolikus a javaslatot istentelennek és embertelennek tartom. A pozsonyi magyar lakosság büszke volt vezetőjére, a náci sajtó pedig tüzet okádott ellene. A Wehrmacht ott tartózkodó tisztjei csodálatukat fejezték ki. Azt mondták, Eszterházy János a legbátrabb ember Közép-Európában.
Nyitra újlaki kastélyában menekülteket, zsidókat bújtatott. Hamis útlevéllel sokakat segített át Magyarországra. A magyar belügyminiszternél elérte, hogy útlevél és vízum nélkül átléphessék a magyar határt. Sok lengyel menekültet is átjuttatott, így Kazimierz Szosznowski tábornok nyugatra szöktetését is ő segítette. 1942. február 13-án Eszterházy János telefonált Újlakra a nagynénémhez, hogy azonnal küldjön értem egy kocsit és vigyen magához, mert aznap vagy másnap éjjel összeszedik a zsidó lányokat. El is jött egy lovas kocsis, akivel még aznap Újlakra utaztam, ahol 2 hónapig bujdostam, és onnan áprilisban megint csak Eszterházy János segítségével egy éjszaka átszöktem a határon. Valaki átvitt, és a magyar oldalon már várt valaki, és felvitt Pestre, ahol már szüleim és öcsém vártak, akik egy nappal előttem érkeztek, szintén Eszterházy János segítségével. Eszterházy 1939-ben az Istenhegyi úton lévő budapesti villájába fogadott be engem. Segített mindannyiunkon, és nagyon sokat tett a lengyelek érdekében, mint annyi más magyar akkoriban. Férjem Ruider Ödön a Kóser Wurstfabrik tulajdonosa volt. Férjem egy napon találkozott az utcán Eszterházy Jánossal, aki átjött az utca másik oldaláról, megkérdezte férjemet, miben segíthet. Nem sokkal később egy magyar útlevelet adott a férjemnek a meneküléshez. A 72 éves nagyanyám egyenesen a kastélyba, Eszterházy grófékhoz menekült, akik 6 héten át bújtatták, majd amikor már náluk sem volt biztonságban, egy másik helyre vitték. Vele együtt rejtegették az unokahúgomat, Veronikát is. Ő szintén az eszterháziaknak köszönhetően menekült meg, és Izraelben halt meg néhány éve. Mi szüleimmel a plébániáról a grófék fácánosába húzottunk, ott bújdostunk az erdésznél. Tulajdonképpen az egész családunk Eszterházy Jánosnak és családjának köszönheti, hogy túlélhettük azt a borzalmas időszakot, aki mint ember a legkeresztényibb és leghumánusabb módon viselkedett. 1944. decemberében Budapesten letartóztatták őt a nyilasok. Kényszerítették, hogy lemondjon pártvezetői tisztségéről. Megtette, akkor visszatérhetett Pozsonyba, pártja pedig újra elnökévé választotta. Könnyen elmenekülhetett volna nyugatra, ahova hívták is kimenekült rokonai, politikus társai, de ő a helyén maradt. Ezt mondta. Ezen a földön születtem. Szívem, lelkem, gyökere annyira ezen a földön él, hogy itt maradok köztetek, és veletek fogom átélni a rossz napokat is. Mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét. 1945-ben a felvidéken megkezdődött a magyarok üldözése. Eszterházy János a magyar értelmiségiekkel összefogva memorandumot készített, amelyben a csehszlovák hatóságok védelmét kérték a kibontakozóban lévők kollektív jogfosztottság miatt. Felkereste Pozsonyban Gusztáv Huszák belügyi megbízottat a memorandum átadása miatt. Huszák pedig letartóztatta. 1945. júniusában 10 pozsonyi magyarral együtt Moszkvába hurcolták. Itt 10 évig kényszermunkára ítélték. A sarkkörön túli gulágon végzetes tüdőbajt kapott, egészségi állapota válságosra fordult. Eszterházy János olyan rossz állapotban került hozzánk, hogy 3 napig szinte önkívületben feküdt az ágyán, és egy szót sem tudott szólni. Súlyos TBC-s betegként enni sem tudott. A sarkörön túli Kolima láger fakitermelő helyén dolgozott, korábban pedig kőfejtő és bányász munkát is végeztettek vele. E helyeken súlyos kétoldali tüdőbajt, a rossz táplálkozás miatt súlyos korbutot, majd egy porcelángyárban még ólommérgezést is kapott. A nehéz fizikai munka mellett a napi élelmiszer fejadagja 60 dekagram kenyér volt, ami ünnepnap még megtoldottak némi híg löttyel, és mint elmondta, ez az étkeztetés a gulágok világában még így is előkelőnek számított. Korábban a moszkvai Jubjanka börtönében alig kapott enni.
Engem, 25 évvel fiatalabb rabtársát kedvesen arra kért, hogy szólítsam János bácsinak. Sokat beszélgettünk, amikor jobban lett. Leckét kaptam tőle a magyarsággal való együttérzés és felelősségvállalás példájából. Szenvedését felajánlotta a magyar népéért. Az én szememben János bácsi ott, a szovjet gulágok poklában a magyarság szenvedő Krisztusává magasodott. Közben távollétében Pozsonyban kötélaltali halálra ítélték. A vád a fasizmus támogatása és a Csehszlovák köztársaság felbomlasztása. Személyében az általa vezetett felvidéki magyarságot ítélték el. Fábri Zoltán, a Kassa közeli Stószon élő író így írt erről. A szlovák nemzet felmentette magát mások befeketítésével, föláldozásával. Az áldozatok újra a felvidéki magyarok, mert Esterházy személyében az egész felvidéki magyarság nyakára dobtak kötelet. A szlovákiai magyarok alkotják a bűnbakot, amely a nagyobb szlovákiai bűnöket hatálytalanítja. 1949-ben a csehszlovák hatóságok kikérőt adtak át a Szovjetuniónak, hogy végrehajthassák a halálos ítéletet. A súlyos beteg Esterházyt a szovjetek átadták a csehszlovák szerveknek. Húga Mária kegyelmi kérvényt adott be az államelnöknek, az pedig életfogytiglanra változtatta az ítéletet. Ettől kezdve börtönről börtönre hurcolták, azzal az indoklással, hogy nézeteivel károsan befolyásolja a rabtársait. Tény, hogy az ő magatartása, mélységes hite, imái tartották a lelket sorstársaiban. Még a szovjet kényszertáborban történt egy csodálatos gyógyulás is, amit az ő imái eredményeztek. Egy lett fiatal ember, Péter Januális kavernákkal a tüdejében lázasan, orvosai szerint halálán volt. Esterházy János 9-et mondott érte, és ennek végén a fiú egészségesen ébredt, enni kért, orvosai legnagyobb ámulatára kavernái bezáródtak, tüdeje letisztult, meggyógyult. Szlovák papok is raboskodtak ott. Egyikük, Ján Krivi később azt nyilatkozta, Esterházy szent volt. Ó, ha még egyszer úgy jönne, hogy civil életet éljek. No, de most zárom ezen levelet. Szívem egész szeretetével és hálájával ölel és csókol téged, édes jó Lulkó, a jóságos maminkunkkal együtt, a Jóisten bőséges áldását kérve névnapodra, a rákövetkező napon lesz pedig 4 éve, hogy utoljára láttuk egymást. Mi minden történt azóta, és mennyi irgalomban részesültünk. Hála Istennek, az Isten veletek és velünk, otthoniakat köszöntöm, ölel szeretettel, János. Kevéssé ismeretes Esterházy János életének utolsó évtizede, mikor már nem képviselte a felvidéki magyarságot elnyomóival szemben, hanem rabként az orosz tundra örök hómezején és a csehszlovák börtönökben emberi nagyságával véste be nevét a történelem lapjára. Mert ha nagy volt Esterházy, mint kisebbségi politikus, igazán nagyjá nem dicsősége teljében, hanem balsorsában nőtt. Az észak-orosz kényszermunkatáborban siralmas viszonyok uralkodtak. A reményüket vesztett foglyok fokozatosan kivetkőztek emberi mi voltukból. Nem úgy Esterházy. Példát adott, vigasztalt, reményt sugalt. Ha kellett, kevés fejadagját is megosztotta az éhezővel. Keresztény hitét, rendíthetetlen meggyőződését az igazság győzelmében fogolytársai vigasztalására fordította. 1955-ben a háború befejezésének 10 éves évfordulóján minden rab közkegyelemben részesült. Csak 2 embert fosztottak meg ettől. Egyikük Esterházy János volt. Az 1956-os magyar forradalom még visszaadta számára a reményt, de november 4-e után
Állapota rohamosan romlott. Életének utolsó napjaiban azt kérte, szállítsák a nyitrai börtönbe, hogy szülőföldjén halhasson meg. Ezt a kérését is megtagadták. Csehszlovákia legkegyetlenebbnek tartott börtönéből, Mirovból utolsó üzenetként írta Mária húgának, hogy átadta magát Isten akaratának, szenvedéseit felajánlotta a magyarságért, hazájáért. Hitemet nem veszítem. Az Úristen és minden szentjeink itt vannak velem, és segítenek. Imádkozom értetek és mindenkiért. Áldalak és ölellek mindannyiótokat. Bibi. A börtönparancsnok még a holttestét sem adta ki a gyászoló családnak. Hosszas küzdelem után került sor temetésére. Alsóbodokon, közel Eszterházi nyitra újlaki otthonához, egy áldozatos magyar vállalkozó, Paulis Boldizsár, felépítetett egy templomot saját területén. A család végre megkapta Eszterházi János urnáját, amely politikai foglyok tömegsírjában volt eltemetve. 2017. szeptember 17-én hatalmas tömeg kísérte végső nyughelyére a Szent Kereszt felmagasztalásának elnevezett templom kriptájába. A szertartáson nem csak a magyarság, hanem a lengyelek, szlovákok, csehek képviselői is jelen voltak, megvalósítva Eszterházi nézetét a népek békés együttélése kívánalmában. A felemelő ünnepségen Marek Jedraszewski krakkói érsek misézett. Két évvel később ő kezdeményezte Eszterházi János boldoggá avatását. Jól lehet, a cseh és szlovák államhatalom még mindig nem rehabilitálta Eszterházi Jánost. A felvidék mártírja hazaérkezett. Thank you.